Tanúvallomást tett a német parlament a Bundestag vizsgálóbizottsága előtt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyentől arra vártak választ, hogy amikor még német védelmi miniszter volt, mit tudott a külsős tanácsadói szerződések elbírálásáról. A Védelmi Minisztérium 2019 első felében szokatlanul magas összeget, 154 millió eurót költött külsős szakértők szolgáltatásaira. Az világos, hogy nem voltak tiszta szabályok a külső szakértők alkalmazására, a szerződések ellenőrzésére annak érdekében, hogy megelőzzék, ami történt. Sorozatosan követtek el szabálytalanságokat, felmerül a nepotizmus gyanúja, azaz a döntéshozók személyes ismerőseiknek kedvezhettek, mondja Matthias Höhn, a vizsgálóbizottság tagja, a baloldali párt parlamenti képviselője. Az összességében 154 millió eurós szerződések miatt a szövetségi számvevő szék korábban aggályait fejezte ki, az auditorok a közbeszerzési előírások kijátszását vélelmezték. Ursula von der Leyen a hátsó ajtón érkezett a vizsgálóbizottsági meghallgatásra, amelyre kamerákat nem engedtek be. Von der Leyen azt mondta, követtek el hibákat, de szükség volt külső szakértőkre. Az ellenzék alig ha elégedett ezzel, a vizsgálóbizottság jelentése nyárra készülhet el, összegez helyszíni tudósítónk.